Új videó bukkant fel az elkasszált játékból, amiben Boba Fett egy célpontra vadászik. A videó mindenképp tanulságos, ahogy felsejlik előttünk, hogy a játék akciószekvenciáit a mászás, kúszás és az ugrálás mennyire megszínesítette volna. Így még jobban fáj, hogy a 13-13 elkaszálódott. A játék a filmes és az eredeti trilógia előtt játszódott volna, a narratív központban pedig Boba Fett fejlődés története állt, miképpen válik legendás fejvadásszá. A Star Wars 13-13-at még a 2012-es E3-on leplezték le, a külső nézetes akciókalandjáték egy sötétebb és komorabb kontextusba helyezte volna a Star Wars univerzumát, valamint a bűn, mocsok és a drogok olyan figyelmet kaptak volna, amire a 13-13 előtt még nem igazán volt példa, se a franchise filmeiben, se annak játékaiban. Az első felvétel nyers játékmenet, a második pedig a fejlesztés alatt álló animációt mutatja meg. Ugyan 2015-ben olybá tűnt, hogy a Disney még nem felejtette el teljesen a 13-13-at, de azóta valószínűleg biztosra vehetjük, hogy a játékból már nem lesz semmi. A The Vault YouTube csatorna a Battlefront 3 köré épül, most viszont a 13-13-ból mutatott meg két felvételt egy videóban, amiben azt láthatjuk, hogy a fiatal Boba Fett egy célpontra vadászik. Öröm az örömben, hogy kedden délután az EA bejelentette, hogy 3 Star Wars játék készül a Respawn Entertainment felügyelete alatt. A Star Wars 13-13 egyike volt azon ígérete Star Wars játékoknak, amiket a Disney 2013-ban elkasszált, miután megkaparintotta a franchise jogait. A játékról az elmúlt évek során már kerültek ki képek és animációk, most viszont egy videóban tekinthetjük meg Boba Fett méltatlanul eltörölt kalandját. Ha tetszett a videóm és informatívnak találtad, akkor jutalmazd a munkámat egy feliratkozással, oszd meg, hogy másokhoz is eljuthasson, dobj egy lájkot és írd meg a véleményedet a komment szekcióban.